Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Horgászat, illetve hallgazdaság a mai témánk, vendégem pedig Úrfi Tamás, a HOFESZ ügyvezetője. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz, Tamás. No, egy kicsit az elmúlt esztendőről kell, hogy beszéljünk, hiszen a koronavírus járvány az ágazatokat megviselte, viszont azt kimondhatjuk, hogy a horgász szövetségeketnek pedig rengeteg új tagot hozott. Milyen volt a tavalyi év? Kezdjük egy kicsit azzal, az valóságos szám, hogy meg sokszorozódott a horgászok száma? Valóságos szám. Szerintem ez a 2020 meg a 21 egy ilyen hullámvasút volt. Tehát ugye a 20-as év a vírus, amikor elkezdődött korlátozások miatt rengetegen ugye a szabadidős tevékenységet tudták csak választani kikapcsolódásként, ekkor drasztikusan nőtt a horgász létszám. Ez a tendencia nem állt meg a tavalyi évben se. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik mondjuk korábban nem horgáztak, ők újra vizsgáznak, vagy előszedik a régi engedélyeket, tehát emiatt nőtt meg a létszám, illetve lett sok új horgász is, tehát több mint 3000-en vizsgáztak Fejér megyébe is, a tavalyi év során is, tehát rengeteg új horgászunk van. De tényleg azt mondom, hogy egy hullámvasút volt, tehát hogy a tavalyi évben, a 21-es évünk az talán azt mondom, hogy az időjárási anomáliák miatt volt egy ilyen jellegű hullámvasút. Ugye egyik vízterületen, Velencei tó esetében szinte kiszáradt a Velencei tó, nagyon drasztikusan leapadt a vízszint, addig mondjuk Fehérvár Csurgon meg rekordméretű vízállással találkozhattak a horgászok, ott meg azért nem tudtak horgászni. Úgyhogy ezek a részek azt gondolom, hogy elég jelentősen befolyásolták a gazdasági évünket, és ugye úgy indult, hogy tavasszal egy újabb korlátozás volt, a horgászversenyeket is online sorsolással tudtuk megoldani, csak regisztrált horgászkártyával tudtak versenyző igazolványjal eljárni a horgászok versenyekre, de azt gondolom, hogy túllendeltünk minden akadályon, és megoldottuk a tavalyi évet is. Menjünk sorban, hogy milyen fejlesztéseknek lehetünk tanulni az elmúlt évben, hiszen ha sorban nézzük, ugye a HOFESZ azért többféle utat jár egyik oldalról, tehát kezdjük egy kicsit a Dunával. Mi a helyzet a Dunán? Mi volt az elmúlt évben? És hogy elérjünk télig, mert a téli időszakkal külön kell, hogy foglalkozzunk. Hát a Dunát, mint nagy természetes vízünket, ugye leginkább a vízállás, ami befolyásolja. Tehát ott ugye a tavaszi időszak után, hogy van egy zöld ár, utána tudnak a horgászok sokkal jobban megjelenni a vízparton. A Dunán nem volt szerintem különösebb változás, ami nekünk folyamatosan probléma, és azt mondom, hogy egyre erősödő probléma ez a kormorán kérdés. Igen, erről beszéljünk annál is inkább, hiszen nemrégiben Lévai Ferenc volt a vendégem, a MAHA szóvivőjeként és a Réti Majori Aranypont ZRT vezérigazgatójaként is. Ő is beszámolt arról, hogy szép lassan megoldást kéne találni, hiszen a kormorán óriási veszélyt jelent a halállományra. Ez szó szerint jelent veszélyt, hiszen azt gondolom, hogy ez a folyóvizekre ugyanúgy jellemző. Abszolút, tehát eleve a méreteiből adódóak sokkal nehezebb megvédeni a vízterületet. Rengeteg ilyen 3-500 fős kolóniákat tapasztalunk, találunk az általunk kezelt szakaszon is éjszakázó fákat. Kollégáim, halőr kollégáim folyamatosan törvénynek megfelelően az időszakokban, ahol lehetséges, gyérítik, illetve riasztják a madarat. Ezt nem titok, el kell mondani, hogy a vizsgálatok alapján az egyedeknek az 50%-ában szinte csak és kizárólag süllő van. Mint most valljuk meg őszintén, egy nincs is a piacon, illetve ha lehet is venni haltermelőknél süllőt, akkor 5-6000 forintos kilós áruhalról beszélünk. Tehát egyszerűen nullára írtják szinte a vízterületet, és ami nagyon problémás, hogy ilyen esetben horgász kollégák is többen jelezték, meg láthatók felvételek is, tömegével a vermelő halat széthajtják, illetve folyamatosan zaklatják őket, tehát nem is tud télen pihenni a hal. Amíg az állóvizeken adott esetben most, hogy lefagytak a vizek, azt gondolom, hogy ez ilyenkor a jégpáncél meg a természet megoldja a halaknak a védelmét, de ugye a folyóvizen a Dunán erről nem beszélhetünk. És ami nagyon nagy probléma még, hogy nem csak azokat a halakat, hogy egy bizonyos százalékát megeszi, és azt tapasztaljuk, hogy amiről itt a szakirodalom nyilatkozik, hogy fél kiló halat eszik meg egy ilyen madár egy nap, ez körülbelül
másfél-két-két és fél kiló is lehet, illetve ennek a többszörösét sebesíti meg. És szerencsétlen halak akkor utána ugye komoly, tehát nagyon kampós, erős csőre van, komoly sérülésekkel, valamilyen betegség következtében úgymond szenvedve pusztulnak el. Folynak a tárgyalások arról, hogy a gyérítés ez gyakori lehessen? Mert azt én tudom, hogy rendben van, hogy a tavak befagytak, de hát ugye eddig azért jóvátehetetlen károkat hozott a tavaknál is. A folyóvizeknél pedig az természetes, hogy nem nagyon fagy be. A természetvédelmi területen kívül szeptember 1-től január 30-áig lehet úgymond környezetvédelmi engedély nélkül végezni ezt a riasztásgyérítést. A köztes időszakra kell megkérni az engedélyt. Ezzel nincs is probléma, én azt gondolom, hogy valamilyen szinten országos, illetve lehet, hogy uniós összefogást kellene, hiszen ez a madár most már annyira túlszaporodott, több millió regisztrált pár van belőle, hogy ezt a természetes vizek nem fogják tudni elgyőzni. Hát igen, várjuk a megoldást. Nyilvánvaló, hogy a szövetség, illetve a madárvédők is belátják, hogy itt csak egy kompromisszumos megoldás kell, mert a jelenlegi állapot az óriási veszteséget okoz a gazdaságoknak, mindenkinek, a horgászoknak nem különben. Ami a fő probléma ezzel kapcsolatban, ugye, hogy ezek a vizek ugye mérhetetlenek. Tehát addig, amíg mondjuk egy sertésállomány, vagy egy szürke marha, vagy bármi, ugye ez exakt módon megfogható, megszámálható, addig a vizeknek ezt így nem lehet megmérni, hogy most milyen károkat okoznak ezek a madarak, mi a jelenlét, nincsen pontosan mérve. Úgyhogy szerintem ez a legnagyobb probléma, és sajnos itt azt látom, hogy sokan inkább a homokba dugják a fejüket, és azt mondják, hogy nem is ilyen valós ez a probléma, meg csak a szakma egy kicsit ezt túl reagálja, de tényleg azt mondom, hogy nagyon komoly felmérések kellenének ebbe. Menjünk el a Velencei tóra, hiszen óriási problémát okozott a vízszint csökkenése. Jószerűvel kiszáradt jó néhány helyen. Hogy viselik ezt a horgászok? Mi a teendő ilyenkor? A Hofesz mit tud tenni? Hát ez már nem a mi szintünk, tehát ez nem a Hofesz szintje. Egy nem is mi vagyunk a víznek a kezelői. Ugye itt Fejér megyében a vízterület mellettünk a Magyarországos Horgász Szövetség kezelésébe áll. Szerintem jelen pillanatban a szakemberek dolgoznak rajta, vízügyi szakemberek, hogy mi a megoldás, de azt látjuk, hogy most majdnem csak azt mondom, hogy ez a térdrei már a kategória van. Tehát, hogyha lesz csapadék annyi tél folyamán, akkor valószínűleg úgymond rövid távon is megoldódik, hosszú távon meg dolgoznak rajta, azt gondolom a vízügyi szakemberek, hogy meg lehessen oldani ezt a problémát. Ez azt gondolom egy nemzetgazdasági probléma, tehát van itt komoly turizmus, az ott lakók, a nyaralók, akik csak lejárnak a Velencei tóra, ha csak azt nézem, hogy körbe lett kerítve, vagy a tónak az egész tavat körbe lehet járni most már biciklivel, tehát hogy ez nem csak a horgászokat érinti, persze nekünk sokkal fájdalmasabb, mert ugye ez a saját szakágunk, de mindenki gondolom minden területen ugyanígy érzi ezt a dolgot. Ami pozitív, hogy az álmai víztározónak a vize az bekerült most a első lépcsőbe, a pátkai víztározóba, és jelenleg december eleje óta folyamatosan történik a vízutánpótlás a Velencei tóba. Hát én csapadékot nem sokat tapasztaltunk, december elején volt egy ilyen 60-80 mm csapadék, azóta nem sok, de ehhez képest tényleg azt mondom, hogy valószínűleg a vértesbe esett egy kis hó, mert folyamatosan jön a víz, és ez a több mint egy hónapos vízeresztés is még, ha jól tudom, múlt héten ilyen 95-96 centinél állt a Velencei tónak a mércéje. Viszont Pátkán az eresztéshez képest, tehát ahhoz a vízszinthez képest még csak egy olyan 40 cm víz folyott el. Tehát, hogy talán jól áll a dolog, meg bizakodunk benne, hogy talán egy 110-120-ig eljut a Velencei tó, főleg ha még lenne január-februárban egy kis csapadék, és akkor a pátkai horgászat is, az is tud folyamatosan működni. Igen, mert ezt szerettem volna kérdezni, hogy a víztározók milyen állapotban vannak, hiszen azért tudjuk, hogy népszerűek. Hát 1970-es években létesült tározók, tehát ezek felújításra szorulnak, az biztos. Jelen pillanatban, ami azt gondolom, hogy problémát fog okozni az idei évben, tehát én eddig nem aggódtam a pátkai
halálohány miatt, mert az alacsony vízben sokkal kevésbé alakul ki oxigén hiány, mint a mélyebb vizekbe. Viszont az ámói víztározóból ugye lehalászásra került rengeteg ilyen apró invazív kárász került a vízterületbe. Ez olyan mennyiségű kopoltyú számot jelent, hogy emiatt várható, hogy oxigén hiány alakulhat ki. Most természetesen a mi részünkről szakmailag megpróbálunk mindent megtenni, illetve majd forgatni a vizet. A természetes szelekciót következtében helyeztünk ki több mint egy tonna csukát, illetve süllőt helyeztünk ki, illetve a tavasz folyamán még megpróbálunk egy nyaras harcsát kihelyezni egy tonnával, ami szerintem azért elég jól meg tudja fogni majd ezt a rengeteg apró invazív kárászt. Igen, hát mert azért tegyük hozzá, hogy rendkívül népszerűek ezek a vizek is. Jöjjünk haza, a palotavárosi tavak környezete megújult, gyönyörűséges. Igen. Beszéljünk egy kicsit arról, hiszen ez már egy régi álom volt, hogy így nézzen ki, mint ahogy most. Tehát játszóterek, sport, stb. És nem csak a horgászat, nyilván a horgászat a legfontosabb ebben az értelemben, de azért egy olyan közösségi tér alakult ki, ami párját ritkítja, mondhatjuk. Hát a palota város üzemeltetése ugye számunkra úgy néz ki, hogy van az úgynevezett felső tó, ami leginkább rendezvényekre szolgált, tehát rengeteg horgászversenynek, országos bajnokságnak ad otthont, illetve a horgász utánpótlásnak valamilyen szinten a bölcsője. Tehát öt napközis tábor tartunk a nyár folyamán, a gyerekeknek több mint 300 kisgyerek szokott itt horgászni a nyár folyamán. Ezt szeretnénk még tovább bővíteni, illetve a horgássulink is azt gondolom, hogy példaértékűen működik Magyarországon. Nincs is hasonló talán létszámmal, illetve ilyesmi foglalkozás a gyerekekkel. Azt gondolom, hogy úttörői voltunk ennek a folyamatnak. Amíg az alsó tó rendes horgásztóként üzemel, tehát ott várjuk úgymond a halfogásnak az szerelmeseit, akik tényleg a gasztronómiai értékét is nézik a horgászatnak. Népszerűbb lett így a palotavárosi tó, a tavak, hogy most már egyéb kikapcsolódási lehetőségek is vannak? Én azt gondolom, hogy igen. De a horgászat lett egyre népszerűbb, tehát az elmúlt évek tendenciája az, hogy a horgászat az... Ezt ha arányosítjuk, akkor hogy néz ki ez a szám? Ha a Hofest nézzük egészben. 2013-ban vettük át a szövetség irányítását 10 000 pár száz fővel, 30 000 fölött van most a Fehér megyei horgászszövetségnek a létszáma, és itt a tagsággal rendelkező horgászokról beszélek, ugye a gyermekhorgászok tagdíjmentesen tudnak horgászni, tehát ők ebbe a számban nincsenek is benne, háromszorozódott. Ugye említetted, hogy rekonstrukcióra szorulnak a tavak, ez mikor várható? Történtek-e lépések ez ügyben? Az előkészületi munkák elkezdődtek, tervezések vannak folyamatban a város vezetésével, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 1-3 évben elkezdődnek ezek a munkák, bízunk benne. Jó, akkor nézzük most árváltozások. Nyilván itt az összevont MOHOSZ területi éves jegyeket tudom, hogy általában 6-7% van, ahol 9% az általános dunai jegyeket, illetve az általános országos területi jegyeket nézem az árváltozásokat. Ez hogy áll itt Fehérváron, illetve nálatok a megyében? Hát minket is elért azt gondolom az áremelkedés, tehát 3 évig nem emeltünk árakat ezeken a tavi területi jegyekbe. A Dunán a tavalyi év folyamán volt egy 20%-os áremelés, amit ott ugye ígéretet is tettünk a horgászok számára, hogy ott nem szeretnénk a jövőt illetőleg hozzányúlni pár éven keresztül. A tavalyi év folyamán, tehát amilyen halárak vannak, illetve tehát ez egy összetett dolog, az intervencióval elindult egy olyan spirál, ami azt hozta, hogy folyamatosan drágul a hal, tehát hogy szerintem emlékszel rá, akkor 650 forintos haláról beszéltünk. Most jelen pillanatban már az 1100 és 1200 forintos halról beszélünk, és én most azt látom, hogy jelen pillanatban árazgatjuk a semmit, tehát nincs is piaci hal jelen pillanatban. Nem tudjuk, hogy mi lesz még a vége.
az biztos, hogy a kereslet az nagyon nagy, a kínálati oldal viszont csekély, ez biztos, hogy azt fogja mutatni, hogy a halárak még fognak följebb kúszni. Tehát tavaly már azért 1200 forintokért is vásároltak tagegyesületeink pontyot nyáron. Én azt gondolom, hogy ez 1200-1204 lesz valamikor a nyári időszak folyamán. Tehát kénytelenek voltunk mi is valamilyen szinten hozzányúlni az árakhoz, korrigálni rajta. A Dunán ott nem történt árváltozás, a vízterületeinken viszont egy ilyen 10-20% között változott az ár. Ami azt gondolom, hogy egy jó történet a rendszerünkben, hogy a tavalyi év folyamán a saját haltermelést elkezdtük, és tagegyesületeinknek, 24 vízkezelő egyesületünknek 240 mázsa 3 nyaras pontot biztosítottunk támogatási rendszerbe, illetve saját vízterületben 600 mázsa 3 nyaras pontot, illetve ragadozót helyeztünk ki. Ez az idei évben is azt gondolom, hogy megismétlődik, vagy szeretnénk ezt még bővíteni addig, amíg el nem éri a rendszer a teljes maximális hozamát, ami szintén bennünket is befolyásol, ugye az üzemanyagköltségek, bérköltségek emelkedése, illetve a takarmány, ami azt is valljuk meg őszintén, hogy bizonyos szegmensekben szinte duplára emelkedett. Igen, hát az egekben van az ár, viszont fontos, hogy melyek most a népszerű halfajták, és kell-e, hogy a HOFESZ ehhez igazodjék? Hát, a horgász szempontból. Horgász szempontból, ugye Magyarország az egy pontcentrikus ország horgászat szempontjából, viszont azt látjuk, hogy vannak új tendenciák, tehát a pergető horgászat az egyre jobban erősödik, viszonylag egy rapid horgászati módszer, nem kell hozzá sok felszerelés, egy bot, egy táska, rengetegen járnak ki, 1-2 órára ki lehet szaladni horgászni, ezek speciális halfajokat igényelnek, tehát itt ugye a ragadozók kerül előtérbe. Az is látható, Gödöllői Szent István Egyetemmel még tárgyaltunk róla korábban, illetve a kutatók ezt is vizsgálják, hogy az éghajlatváltozás miatt láthatóan az úgymond őshonos magyar ragadozó halfajok, a csukas, hüllő, az egyre kevésbé előállítható. Tehát, hogy ezeket az iszonyú melegeket, illetve száraz, a szájos időszakokat elég nehezen tudják a termelők úgy áthidalni, hogy még hozamot is tudjanak ebből létrehozni. És ami megkeletkezik, az meg inkább a nyugat-európai piacra kerül ki. Tehát itthon a horgász egyesületek azért ezeket a 20 eurós vagy meg fölötte lévő halárakat, ezt nagyon nehezen tudják kigazdálkodni. De végül is szükséges lépni nyilvánvaló, hiszen én azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos társadalmi szerepe is van a HOFESZ-nek. Tehát lépést kell tartani a korral. Próbálunk, én azt gondolom, hogy a számok, illetve ha csak a horgászlétszámot, illetve a gazdasági mutatókat nézzük, azt gondolom, hogy eddig tudjuk tartani a lépést, meg vannak a fejlesztési céljaink, és azt gondolom, hogy a saját haltermelés az biztosítani fogja a jövőt, illetőleg hosszú távon azt, hogy a Fejér megyei horgászvizek, azok jól telepített horgászvizek. Tehát ez egy komoly lépcső mindenképpen. Azt gondolom, mármint a saját haltelepítés. Tehát megvannak ehhez a szakemberek a HOFESZ-en belül? Így igaz, természetesen ebbe az ágazatba, úgymond az ágazatnak ebbe a külső, ebbe a részébe megfelelő szakembereket, tehát több éves tapasztalattal bíró halgazdálkodási szakembereket vettünk föl. Ami most az egyik legfontosabb részünk, ugye a fejlesztés, hogy kérdezted, tehát hogy most ebbe az irányba is fordulnunk kell, gépesíteni kell, mert az látszódik, hogy a szakmában, tehát hogy a, valljuk meg őszintén, jelen pillanatban a haltermelés, illetve a halas szakma az nem a legkeresettebb a munkavállalói piacon, tehát jelen pillanatban ugye mondjuk bemegy valaki egy multinacionális környezetbe, egy vagy két műszakba, klimatizált jó helyen, amíg télen mondjuk benn kell állni a jég között a vízbe, nyári halászatok folyamatosan, tehát nagyon sok úgymond a fizikai része ennek a munkának, tehát egyre nehezebb hozzá szakembereket, illetve segédmunkát találni a halászatokhoz. Várható, ugye Fehérvár egyik legfontosabb, és én azt gondolom, hogy egy fantasztikus történet a halünnep, aztán nem volt halünnep, most várható-e, tudjuk-e már, hogy az nyilvánvaló, hogy szeretnénk, ha lenne, meg ti is szeretnétek, de van-e terv erre nézve? Hát
szerintem az idejében talán várható, nem biztos, hogy olyan formában, mint eddig volt, tehát ugye a korlátozások miatt megvannak azok a szabályozások, hogy hány fő, illetve hogy lehet szabadtéren rendezvényt tartani. Bízunk benne, tehát hogyha nem lesz egy újabb hullám, vagy nem lesznek egyéb olyan szigorítások ismételten, akkor szeretnénk, hogyha meg tudnánk tartani a várossal közösen ezt a rendezvényt. Nagyon sokan keresik, nagyon sokan szeretnének jönni, azt gondolom, hogy ki vannak éhezve a városlakók az edélyék által készített, tényleg nagyon jó ízű halászlére, fehérvári halászlére. Ez egyértelmű. No. Versenyek, lesznek-e versenyek ebben az esztendőben? Természetesen. Mi versenyek mindig vannak. Nagyon népszerű a szakák, tehát az látszódik a horgászaton belül is, hogy nagyon sokan szeretnek horgászversenyekre járni, megmutatni, úgymond összemérni a tudásukat. Ami látszódik, hogy az idejében viszont próbáltunk talán azt mondom, nem akarok ezzel senkit megsérteni, de a hétköznapi horgász számára kedvezni, sokkal kevesebb rendezvényünk lesz, országos rendezvényünk. Mi is elfáradtunk azért egy kicsit a tavalyi évben, kollégák is 13 országos rendezvényt tartottunk, tehát a nagyköveti horgászversenytől kezdve az országos bajnokságokig, illetve ugye mi tartottuk tavaly az országos halőri szakmai napot is, Fehérvár adott neki otthont a csónakázótó, illetve a palotaváros. Kicsit most szeretnénk inkább a fejlesztésekre, a saját munkánkra koncentrálni, ettől függetlenül lesznek országos versenyek, de a száma az csökkent. Jó, hát én ehhez kívánok jó munkát, lesz dolgotok bőven, és természetesen, hogy görbüljön a bot minnyájunk érdekében. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem a HOFESZ ügyvezetője Urfi Tamás volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!